Tisztelt Országgyűlés, napi rendelőti felszállásra jelentkezett Novák Előd, szakszövető helyettes úr, Mi Hazánk képviselőcsoport aktuális közügyek címmel öné a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Tisztelt Országgyűlés, a magyarnemzet.hu oldaláról kellett megtudnom, hogy háborúpárti és baloldali képviselő volnék a Mi Hazánk mozgalom többi képviselőjével együttvéve. És ez nem egészen áprilisi tréfa, mert a kormánypárti napilap íme a háborúpárti baloldali képviselők listája címmel sorolta föl azt a 24 képviselőt, akik nemmel szavaztak itt az országgyűlésben a Fidesznek az úgymond békepárti nyilatkozatára. Hát a kormánypropagandát eddig is ismertük természetesen, így azt már nem kell bemutatni. Most is nagyon ügyesen próbálták meg elterelni ezzel a békepártinak nevezett nyilatkozattal a figyelmet arról, hogy a kormánypártok nagykoalíciósan Gyurcsány Ferenccel közösen szavazták meg a világháború felé tett újabb lépésnek minősülő NATO bővítést, Finnország NATO csatlakoztatását, ami nagyon fájó számomra, hogy egyetlen egy fideszes képviselő sem akadt, aki legalább tartózkodott, vagy nemmel szavazott volna. Ami az úgynevezett békepárti nyilatkozatot illeti, az pedig azért nem tudta támogatni a Mi Hazánk mozgalom, mert egyrészt nem békepárti, hanem egészen egyoldalúan csak Oroszországot ítéli el, ami a diplomácia nyelvén finoman szóval nem a békét szolgálja. Másrészt szokásuk szerint az összes módosító javaslatunkat leszavazták, tehát semmiféle kompromisszumkészséget nem láttunk, konstruktivitás sem az önök részéről, ami bennünk pedig megvolna a módosító javaslataink alapján. Leszavazták például azt a mondatot, amit beletettünk volna, hogy ez nem a mi háborunk, és még csak nem is ukrán-orosz háború, hanem az Amerikai Egyesült Államok és Oroszország ütközött össze. De leszavazták azt a módosító javaslatunkat is, hogy ami keleti szomszédunk semmibe veszi a humanitárius segítségnyújtásunkat, és két lábbal tiporja a területén élő magyar kisebbség jogait, szó szerint felszámolja azt, magyar tananítja a régiót, felhívjuk a kormányt, hogy egyetlen forinttal se támogassa Ukrajnát, s közvetve ezzel azt a háborút, melyhez bár közünk nincs, de abban magyar katonák esnek el. És sorolhatnánk még, hogy ez a békepárti nyilatkozat egyáltalán nem foglalkozik például a terrorcselekménynek is minősíthető északi áramlat vezetékének felrobbantásával, sok-sok mindennel, ahogy önök soha nem foglalkoznak azzal, hogy például elítéljék az Amerikai Egyesült Államok katonai agresszióját, vagy Nagy-Britanniájét, esetleg Izraelét, és még hosszasan sorolhatnánk. Például az USA csak az úgynevezett terrorizmus ellenes hadjárata óta az elmúlt két évtizedben a Brown Egyetem a háború áram projektjének felmérése alapján közel 1 millió ember halálát okozta. És mindezzel szemben, hadd bizonyítsam most 10 pontban, hogy a magyar kormány sajnos támogatja, nyíltan támogatja, vagy éppen sunyi módon Ukrajnát a háborúzásban. Először is a gazdasági háborút támogatja a legrégebb óta a szankciókat, amelyhez asszisztál Orbán Viktor is sajnos, annak ellenére, hogy azokat vétóznia kellene és lehetne, hiszen évek óta felbecsülhetetlen mértékű károkat okoznak az Oroszországgal szembeni szankciók. De ezzel párhuzamosan, Oroszország szankcionálásával párhuzamosan Ukrajnát pénzzel nyíltan támogatja, egyrészt az Európai Unió, melyhez szintén asszisztál Magyarország, másrészt Magyarország is nyíltan ajánlja fel a különböző támogatásokat. Sokszor ez humanitárius támogatásnak álcázzák, bár az Európai Unió már most már nyíltan lőszervásárlásról, 1 millió mondjuk tüzérségi lőszervásárlásáról beszél, de akkor is, amikor ezek adott esetben humanitárius támogatások volnának, ez más sem szolgál, mint hogy Ukrajna a saját erőforrásait átcsoportosítva, a maradék erőforrásait fegyverkezésre költhesse. Éppen ezért Ukrajnának semmilyen támogatást nem volna szabad nyújtani. Aztán harmadik pontként említhetjük, hogy idegen katonai felvonulási területté tették hazánkat a NATO harccsoportok Magyarországra való beengedésével. Negyedikként sérelmezem, hogy Magyarországon keresztül fegyverszállítmányok mehetnek Ukrajnába. Persze a sunyi kormányzati kommunikáció az, hogy a magyar-ukrán határt nem lépik át fegyverszállítmányok, na de hát van egy kiskapu, Románián és Szlovákián keresztül már mehetnek Magyarország területét is felhasználva a fegyverszállítmányok. A magyar felségjelzésű repülőgépek is az önök szégyene, hogy szállíthatnak fegyvert, miként lebuktak már a háború elején is, amikor a Pápán állomásozó NATO nehéz légiszállító ezred egyik magyar felségjelzésű C-17-es repülőgépe szállította Ukrajnának a Panzerfaust 3 páncértörő eszközöket, váron indító rakétákat, és még sorolhatnánk a kiszivárgott fényképek szerint.
De aztán említsük még azt, hogy a balti légtér biztosítását is vállalták magyar gripenekkel, konfliktusba is kerültek orosz vadászgépekkel. Miként most, hetedik pontként, az önök szintén szégyene, hogy Szlovákia légterének védelmét is vállalták magyar gripenekkel, hogy ők közben Ukrajnának adhassák a MiG-29-eseket. Aztán kiszivárgott az, hogy ukrán katonák egészségügyi szakemberek képzésében is részt vállal Magyarország, és nem cáfolta a miniszterelnök úr azt az értesülésemet sem, hogy üzemanyaggal is támogattuk ezt a háborút, és a legnagyobb szégyen mindezek tetejébe, hogy magyar véráldozat a legnagyobb az ukrán és az orosz után, a magyar katonákat golyófogónak használják, amihez asszisztál Magyarország is sajnos. Köszönöm. Tisztelt országgyűlés, a kormány nevében Dömötör Csaba államtitkár úr kíván válaszolni az elhangzottakra, jönni a szó. Köszönöm a szót, elnök úr. Aki kicsit is belehallgat a parlamenti vitákba, arra a furcsaságra lehet figyelmes, hogy az ellenzék egyszerre állítja azt, hogy valamiféle putyinpincsik vannak a kormányban, illetve azt, ha jól értem, hogy szélsőségesen Amerika párti a kormány. Döntsék majd el egy ponton. És arra is felhívja a figyelmünket ez a pár megnyilatkozás, hogy alapvető hozzáállásbeli különbség van köztünk. Hogyha megnézzük ezeket a külpolitikával, háborúval, békével, fegyverküldéssel kapcsolatos álláspontokat odaátról, azt látjuk, hogy állandóan azt méricskélik, hogy a magyar álláspont hány centire, hány méterre, hány kilométerre van más országok vagy meghatározó hatalmi központok álláspontjától. Ez a kormány nem így működik, hanem azt nézi meg, hogy mi az ország érdeke. És az a határozat, amire utal ön, azt igyekszik összeszedni, azt szedte össze, hogy melyek azok a fajsúlyos csomóponti kérdések, amelyeket nekünk itt most érdemes és fontos is leszögeznünk. Ami a háború kérdését illeti, engedje meg, hogy pár jelenségre felhívjam a figyelmet, azért is, mert Európa biztonságát és gazdasági kilátásait is alapvetően meghatározza, hogy mikor lesz vége a háborúnak, és mennyire húzódik el. Sajnos az elmúlt hetek eseményei egyáltalán nem arról szóltak, hogy közelebb kerültünk volna a békekötéshez. Pár példa ennek alátámasztására. A német kormány bejelentette, hogy további 12 milliárd euró értékű hadianyaggal támogatja Ukrajnát. A napokban megérkeztek a hadszíntérre az első német Leopard tankok. Spanyolországnak is vannak ilyen tankjai, ők húsvét után 10 szállítanak majd ebből a fajtából, vagy ebből a típusból a háborús övezetbe. A britek nem Leopard tankokat küldenek, hanem Challenger 2-es tankot, már meg is érkeztek Ukrajnába, ezek a híradások szerint urán tartalmú lövedéket is használnak. A tankok küldésén túl több országban is napirenden van az, hogy vadászgépeket is küldjenek. Három országban már meg is született az ezzel kapcsolatos döntés. Így érkezhetnek szlovák MiG-29-esek a háborús térségbe. És hogy még egyet mondjak, a Reuters értesülései szerint az Egyesült Államok ezekben a napokban 2,6 milliárd dolláros fegyvercsomagot jelent majd be. Ez egymaga olyan 1000 milliárd forintos támogatást jelent. Az aggasztó az egészben az az, hogy kevesen beszélnek a békéről. Annál többen az eszkalációs tervekről. Ezt tükrözte egyébként a pár nappal ezelőtt elfogadott európai parlamenti állásfoglalást is. Ezért tartjuk fontosnak, hogy a Magyar Országgyűlés határozatban rögzítette a békepárti álláspontját. Egy határozat az mindig az alapvető kérdéseket fekteti le. Abban talán egyetértünk, hogy nagyon sok olyan vonatkozása van ennek a háborúnak, a mostani eseményeknek, amelyeket még érdemes kifejteni, de ezek szerintünk a legfontosabb kérdések. És egy szavazás mindig vízválasztó, ilyenkor derül ki, hogy az előzetes magyarázatok után ki mit támogat. A szomorú tény pedig az, hogy ezt a határozatot egyedül a kormánypártok támogatták. Mindezt úgy, hogy ebben a határozatban egyetlen egy olyan pont nincs, amely ne lenne támogatható akkor, ha egy képviselő mindenek előtt békét szeretne. Márha egyáltalán odaát azzal a szemüveggel nézik az egészet, hogy mi a jó ennek az országnak. Egy éve a választások eredményében óriási szerepet játszott az, hogy a baloldal közelebb vitte volna az országot a háborúhoz. Több mint egy év eltelt, és ebben semmi nem változott. És teljesen mindegy, hogy mivel magyarázzák a pénteki szavazatukat, egy dolog most kiderült. Ha valaki minél előbb békét szeretne ebben a helyzetben, akkor csak is a kormánypártokra számíthat, ami pedig az önök szavazatát illeti.
Sokunkat meglepett ez a szavazat, mégiscsak egy olyan pártról van szó, amely nemzeti pártnak mondja magát. Engedje meg, hogy azt mondjam, hogy a Jobbik is rálépett erre az útra. Nemzeti pártként határozta meg magát, majd utána, igaz, jó pár év elteltével, de teljesen összeállt és teljesen hasonult a baloldallal. Én remélem, hogy az ön esetükben nem erről van szó, lelkük rajta. Köszönöm, hogy meghallgatott. Megköszönöm államtitkár úr válaszát.